A Sziládi gimnáziumban járunk ezen a héten, a csúcsponttal, ahol egy rádiót, egy iskola rádiót üzemeltetnek a mögöttem, mellettem látható fiatalok. Erről fogunk velük beszélgetni. Kérünk szépen egy-egy bemutatkozást. Sziasztok, Szeg Dorottya vagyok. Sziasztok, Oszabányi Ferenc. Krizsán Kamilla. Azt gondolom, hogy nem lövök mellé, ha azt mondom, hogy a stúdióban vagyunk, itt készülnek az adások, de pontosan mi is történik itt, mit csináltok ti az iskola rádió keretében? Délutánonként felszoktuk venni a hangokat, a zenéket összevágjuk, és napközben már rá vannak téve CD-re, és azt lejátszuk. Mi alapján állítjátok össze a műsort, vagy hogyan készül el egy-egy adás? Ugye én prefis vagyok, meg az Ármin is, ezért tudjuk, hogy mikor mi fog történni előre, és azt általában bemondjuk, előre megírjuk. Miért döntöttél úgy, hogy csatlakozol az iskola rádió csapatához? Hát igazából Benkő Péter, ő az, aki minket erre az egészre megtanított, hogy hogyan kell kezelni az egészet, és Csányi Ágnes tanárnő megkért, hogy ha már értek hozzá, akkor csatlakozzak is. És igazából nekem volt kedvem is hozzá, így csatlakoztam. Mi az izgalom ebben a munkában? Korábban csináltál-e már bármi hasonlót? Soha nem csináltam még ehhez hasonlót. Igazából szeretem az egészet csinálni, mivel az egész iskola ezt hallgatja, amit én csinálok részben. Neked milyen feladataid vannak, mit csinálsz, vagy egy ember kompletten megszerkeszt egy egész adást, fel is mondja a hangot, vagy hogyan áll össze feladatkör? Hát úgy szokott lenni, hogyha például egy tanár megkér, hogy élőben mondjuk be valamit, akkor általában azt megtesszük itt helyben is, mert úgy szokott lenni, hogy szünetekben ugye bejövünk, bekapcsoljuk az egész rendszert, és ami előre össze van vágva hang, azt berakjuk, és körülbelül ennyi. Mesélj egy picit, te is légy szíves a feladataidról, a munkádról. Engem igazából azért válogattak be ide, mert voltam egy prózaolvasó versenyen, és mondták ott, hogy nagyon jó hangom van is, és hát akkor miért ne legyek stúdiós, és igazából az a feladatom, hogy én is bemondjam a hirdetéseket, és ilyenek. Milyen érzés ez számotokra, hogy amit itt a mikrofonba belemondtak, utána a szünetekben azt hallgathatják a többiek kint a folyosón? Hát mindig nagyon izgulunk, amikor be kell mondanunk valami szöveget, de nem tudom, igazából jó érzés, hogy mindenki ránk figyel ilyenkor, és mindenki minket hallgat. Ugye folyamatosan zenéket is sugároztok a szünetekben, ezt hogyan válogatjátok össze? Lehet tőletek dalt kérni, vagy ti kedvenceitek pörögnek? Hát is, ez változó. Például van egy zenedobozunk, ebbe szokták dobálni a zenéket a diákok, viszont van, amikor egy olyan zenéket indítunk, amik mostanában olyan híresek, és mi is szeretjük őket, ezeket szoktuk beindítani. Mekkora a stáb, hányan dolgoztok itt egyszerre, vagy egy időben? Hát, mint látható, öten vagyunk, és még van egy plusz beugró emberünk, aki nem mindig szokott itt lenni, de neki is lehet néha hallani a hangját. A napokat azt beosztjátok, hogy egyik nap mondjuk te szerkesztesz híreket, vagy te mondod fel a dolgokat, másik nap más, vagy ez mi alapján dől el? Igen, Zoli egyik órán unatkozott, és megírta nekünk a beosztásunkat. Milyen terveitek vannak ezzel kapcsolatban a későbbiekben, ha most, hogy így belekóstoltatok a rádiózás világába? Szerintem, ha mindannyiunknak nagyon jól megy, akár ez irányba is el tudunk menni, ha nagyon szeretnénk, de még előre így nem tudjuk. És itt az iskolán belül vannak olyan tervek a rádiózásban, amit meg szeretnétek valósítani, mindenképpen szeretnétek-e még fejleszteni mondjuk a műsorokat? Hát gondoltunk arra, hogy interjúkat is készíthetnénk majd mi is személyesen. Ahhoz majd be fogjunk szeretni diktafonokat is ugyebár, és a rádióban nem csak zenék, hírek fognak menni, hanem komplet interjúk is. Nagyban folynak a munkálatok itt a Sziládi Iskola Rádió stúdiójában, készülnek az újabb adások, az újabb hangok. Pillanatra, srácok, hogyha megfordultok, akkor kis szabadidőt vegyetek ki, amíg interjúzunk, áruljátok el egyszer neveteket. Szőke Zoltán vagyok. Szabadi Ármén vagyok. Meséljetek arról, légy szíves, hogy éppen itt most mi történik. Látom, hogy nagyban dolgoztok a laptopon. A bal oldalon várjuk most éppen a hangot, ami majd holnap fog menni, plusz a laptopon, a másik laptopon meg megy a mai adás. Mennyivel előre dolgoztok? Mindig egy napra előre készítitek? Attól függ, minimum egy, ugye, de általában 2-3 is. Tehát azért próbálunk, attól függ, hogy mennyi idő lehetséges. Milyen céljaitok voltak, amikor belevágtatok ebbe az egészbe? Milyen célokkal indultatok neki az iskola rádiózásnak? Hát tulajdonképpen az, hogy minden információ könnyebben eljusson a diákokhoz, és hogy élvezhetőbbek legyenek a szünetek ugye a zenével, a festéssel. Visszajelzések eddig milyenek, hogyan fogadják a fiatalok a műsorotokat? Én úgy hallottam, örülnek neki, viszont a hangerőre picit panaszkodtak, hogy az halk volt.
Aha, hát ezt lehet orvosolni? Tekertek majd egy kis kakaót neki? Hát lehet, lehet, csak azért határ. Tehát azért ugye van egy határ. Mennyi idő alatt áll össze egy műsor? Mennyi hanganyagot kell megvágnatok időben? Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy leülünk, megy az egyik gépen a zene, a másikon meg a felvétel, és a mikrofon elé leül az ember, aki éppen majd fog beszélni, és felveszük élőbe. Tehát a zenével együtt lehangítom a zenét, és a beszélmetet teljesen élőbe megy. Attól függ, hogy hányszor hibázik az illető, de igazából egy olyan fél óra alatt sikerülni szokott egy-kettő darab. Egy napra mennyi hangmennyiséget kell gyártanotok? Tehát minden szünetben végig beszéltek, zenéltek, vagy hogyan áll össze a műsor? Van egy nagy szünet, azért 15 perces, az végigmegy, és még a harmadik szünet is, ami egy 10 perces csak, abban is megy. Úgy szokott lenni a második szünetben folyamatos, tehát mennek a zenék, plusz a felvett hang, beszéd, és a harmadik szünetben csak zene megy, és ott, hogyha valami sürgős van, akkor élőben bármikor be lehet beszélni. Mire kell törekedni egy-egy műsor összeállításakor? Megvannak azok a pontok, aminek benne kell lenni minden egyes adásban? Hát tulajdonképpen az, hogy tisztán értető legyen már, mint szövegileg, és hogy minden információt, amit kell, azzal a eseménnyel kapcsolatban elmondjunk a diákoknak. Tartalmilag itt akkor főleg iskolai események és a hozzátok köthető dolgok, amiről beszéltek? Gyakorlatilag igen. Nekem ez a műsorvezetői műszak, ez nagyon tetszik. Ugye most csöppentem ebbe bele, és nagyon szeretem, amikor valami olyat adhatok le, amit mások is tapasztalnak. Na, hogyha még új ember vagy, akkor mesélj arról, hogy mennyire váltak be az elképzeléseid, mennyire sikerült már megvalósítani a terveidet. Hát ugye már az is egy nagy megvalósítás, hogy itt dolgozhatok, és hogy egyáltalán beszélhetek mikrofonba, és nekem nagyon jó érzés, amikor itt beszélek, és akkor ugye azt mindenki hallja. Amíg ide jársz a gimibe, addig biztos, hogy rádiózni fogsz? Szerintem igen. Az előző csúcspontokban megismerkedhettetek a Szilárdis rádiósokkal, most viszont átjöttünk a Bibó gimnáziumba, ahol egy televízió kezdi bontogatni szárnyait, és itt vannak a stábtagok is. Kérnék szépen egy-egy bemutatkozást tőletek. Goodman Oliver. Somogyi András. Boldizsár Anna. Kedelikő. Te vagy az egész tévének az ötletgazdája, a megszervezője, a mindenese. Hogyan jött ez az ötlet, hogy televíziót szeretnél indítani a gimnáziumodban? Hát igazából évelején kezdtük el ezt megbeszélni Nagy László igazgatóhelyettes úrral, és ő mindenben segített nekünk, aztán elkezdtünk embereket keresni a tévéhez, és ugye most próbáljuk fejleszteni így az eszközparkunkat, és az lenne a célunk, hogy a Bibó életéből úgymond így többet meglássanak a külsősök, és hogy ne csak az legyen, hogy Bibó, Bibó, Bibó kívülről mindig, hanem így belülről, hogy milyen jó Bibósnak lenni, milyen az élet. Hol tart most a dolog, mennyire sikerült már megvalósítani a kezdeti terveket? Hát úgy mondom, hogy úgy felénél tartunk, hiszen most már kezd úgy beállni, hogy minden eseményen ott vagyunk, és arról készül egy ilyen úgymond betekintő. És most a következő tervünk az, hogy a Bibó kupán minden nap egy ilyen összefoglalót készítünk, illetve a fontosabb mérkőzéseket felvesszük, kommentárral lehetőleg, és azt a nap végén feltöltjük, illetve készül az iskolánkban egy teremben egy ilyen stúdiószoba, ahol ilyen beszélgetéseket lehetne csinálni, interjúkat és hasonló dolgokat. Maga a kész vágott termék, tehát az adások azok hová kerülnek fel, az iskola honlapjára, vagy csináltatok ennek egy külön felületet? A legelső adásunk a Bibó Facebook oldalára került fel, de tervek szerint már a hétvégén az eddigi összes adás egy YouTube csatornán is fent lesz, ami el fog indulni nem sokára. Mindig is ilyen műszaki beállítottságú voltál? Tehát ez mindig ott volt a levegőben, hogy te valami ilyet szeretnél majd csinálni? Hát szerintem igen, hiszen én negyedik-ötödik óta fotózom, és utána elkezdtem drónozni, és abból így elindult ez az egész filmezés, videózás, így külön nem Bibó TV-vel, hanem egyénileg is van egy filmtervem, amit meg szeretnék majd csinálni. Filmterv? Na, erről mesélj, légy szíves egy picit csak, ami már elárulható róla. Hát ilyen szociális témával kapcsolatban szeretnék mondjuk, vagy a rászorulók, vagy a gyermek otthonban élők, vagy az a lényeg, hogy ilyen szociális beállítottságú legyen.
Nagyon komoly tervek, sok sikert kívánok hozzá. Picit még beszélgessünk akkor veletek is arról, hogy mit is csináltok, milyen feladatkörötök van. Te például miben tudsz hozzájárulni a tévéhez? Általában fotózok vagy videózok, ezt az Olivérrel meg szoktuk beszélni, éppen ki mit csinál, és így felosztjuk a éppen feladatokat. Amikor Olivér elkezd az embereket keresni, akkor egyből jelentkeztél? Te tudtad, hogy ez a te helyed itt van a tévénél? De ahogy az igazgató úr elmondta, hogy van egy ilyen tévét akarnak csinálni, akkor már következő szünetben szóltam, hogy én akarok jelentkezni. Akkor ezek szerint neked is mindig ott volt a terveid között egy hasonló... Igen, hát én is általános iskolában, úgy a felső tagozatban kezdtem el fotózni, és akkor így legalább ezt valahol bebírom, vagy bírom kamatoztatni a fotózást. Lányok, ti mit csináltok a mindennapokban? Én vágok és szerkesztek videókat, ez már úgy elsős korom óta szoktam, de még nem ennyire fejlett. Tán csináltam akkor, de most ez nagyon tetszik nekem itt a Bivó TV-ben. Mi az, ami vonzott téged e felé, a terület felé? Miért szerettél volna vágni? Hát régenben vonzott az informatika, de hát igazából így a videók tetszenek, hogy ezek az áttűnések, hogy kell ezt megcsinálni, meg így a háttere. Te mit csinálsz? Én riporterkedem. Na és milyen egy bibós riporter élete, milyen feladataid vannak? Hát rendezvényeken ugye a szervezők, meg a résztvevőket kérdezzük. Mennyire előre vannak megtervezve ezek a blokkok? Tehát leírsz-e magadnak mondjuk minden kérdést előre, vagy nagyjából tudod csak, hogy milyen irányban szeretnél majd menni? Hát legelőször, ugye amikor először kezdtem, nagyon ideges voltam, akkor le voltak írva, de mostanában már csak jönnek.